Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsájtotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Szeretett testvéreim, sokszor hallott imádság, amit szinte mindenki ismer. Mellett egy szokás, amit úgy szintén talán sokan ismerünk, az órákon keresztül tartó imádság, imádkozás. Több alkalommal is úgy érezheti az ember, hogy fontos a számára az, hogy minél többet imádkozzon, ez helyén való is, viszont ez a gondolkodás el is téríthet bennünket a lényegtől. Istennek nem arra van szüksége, hogy reggeltől estig megállás nélkül imádkozzunk. Isten azt kéri tőlünk, hogy állandó kapcsolatban legyünk vele, vagyis rendszeresen imádkozzunk, és ami talán ennél is fontosabb, az az, hogy szívből imádkozzunk, amely imádságban testileg, lelkileg jelen vagyunk. Mai napon kérdezzem meg magamtól, hogyan imádkozom, vagyis milyen az ima életem. Elhadarom az imádságaimat, vagy Istennel való igazi párbeszédként tekintek rá. Amen.